Több nagy beruházást is elindítottak, vagy éppen befejeztek idén Fehérgyarmaton. Az egyik legkiemelkedőbb projekt a városi piaccsarnok átadása volt, ami 626 millió forintból valósult meg. Azt tudom mondani, hogy eddig ezt az időszakot is sikerült átvészelnünk, tehát jó működési állapotban van a Fehérgyarmati önkormányzat. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy eredmény, hiszen azért szűkültek a bevételi forrásaink, gondolok itt az adóra is természetesen, illetve elmaradt bérleti díjakra és egyéb más forrásokra is. Nyilvánvalóan folyamatosan aktualizáljuk a költségvetést, tehát módosítjuk mind a kiadási oldalt, mind a bevételi oldalt, de hát ezek 10 milliós nagyságrendű elmaradt bevételek, illetve azt lehet mondani, hogy a kiadási is, ami csak a koronavírus miatt keletkezett, az is 10 milliós nagyságrendű kiadások tulajdonképpen. Sikeresen zárták le a város szennyvízberuházási projektjét is, amely milliárdos költségvetéssel rendelkezett. Több település részen alakította ki idén kerékpárutat a Bringász Fehérgyarmaton program keretén belül. A kerékpárút hálózat fejlesztése a következő években sem áll meg. A polgármester szavai szerint a várost meg kell erősíteni, így a legfontosabb a gazdaság élénkítése. Szeretnénk egy új ipari parkot, tehát egy ipari területet kialakítani, illetve annak az infrastruktúráját kialakítani. Ennek a helye megvan. Nagy részt a területeknek az önkormányzati tulajdonban van, minimális vásárlást kell végrehajtanunk, illetve ezen egy ipari tisztítóművet szeretnénk létesíteni, amely tulajdonképpen a betelepülő üzemek számára biztosítja a szennyvíz kezelést, hiszen a város kommunális szennyvízhálózatára ezeket az üzemeket nem lehet rákötni. Fehérgyarmat vezetése megnyugtatónak tartja, hogy a nehéz körülmények ellenére eddig tudták tartani az egyensúlyt, pedig a védekezés a szociális szegmensben óriási többletköltséget jelent a település számára.